3 perc múlva indul a kajak kettesek futama. Ha addig nem indít el Budapest, nem tudom, mit évő legyek, mert egyáltalán nem hallom a visszajövő hangot. Hívjanak fel a rádiótelefonon, 30-as, tehát 00-49-30-4-20-5-89, és azon legalább el lehet majd indítani. Kedves nézők, ha esetleg mindezeket a magánközleményeket mostanig hallották, hadd magyarázzam meg, hogy Budapestről nem hallom, amikor elindítanának. Így hát most 5-ig fogok számolni, és elkezdem. Miután a férfi kajak kettesek döntője következik. Tehát 1, 2, 3, 4, 5. Ahogy korábban is mondtam, minden döntőben van magyar, így a most következő kajak kettesek döntőjében is. Tegnap ebből az egy döntőből hiányoztunk az 1000 méteres távon. Hogy mire lesz képes Gyulai Zsolt meglehetősen rövid idővel azután, hogy az egyes hajóban indult, nem tudom. Minden esetre Bártfai Krisztián mögött ő ül a kettes hajóban az egyes pályán. Az amerikaiak, Jurgens and Mooney, óriási iramot mentek a középdöntőben. A kettesen Hunter Robinson, Ausztrália. Robinson olimpiai bajnok, világbajnok. A hármason egy alig ismert portugál kettős, Fizeséri Gyula tanítványai. A négyesen Scarpa, aki tegnap világbajnok lett, ezúttal Bonomival, aki rendkívül gyors egyes hajóban, nagyon erős egység. Az ötösön a bolgárok, Kazanov, Dusev, tavaly negyedikek voltak. A hatoson Thor, Nielsen, Jesper, Stahl betegek voltak, az 1000 méteren nem indultak, pontosabban Stahlnak fájt a gyomra. A hetesen Freimuth, Wisocki, lengyel, nagyon ígéretes, nagyon veszélyes kettős. A nyolcason a magyarok, Bártfai Krisztián és Gyulai Zsolt, a kilencesen Hruszka és Kucsera, csehek, nyolcadikak voltak tegnap a hosszabbik távon. Mondom, nem lehet tudni, mire képes a mi hajón, kicsit kínlódva, kicsit szenvedve mentek a középfutamban. Az ausztrálok, Hunter Robinson ugrottak ki, de fönn nagyon erősen kezdett a két cseh, és mellettük a magyarok is jól mennek velük. Egyelőre ausztrál-magyar cseh a sorrend. Gyulaiékat mutatja a kép, közben velük együtt a csehek és az ausztrálok, és melléjük fölzárkózott a dán kettős, Nielsen és Stahl. Ez a négy hajó, sőt most már ötödikként ott van Freimuth és Wisocki, a lengyel is. Piros felső rész, fehér, ujjas. 250 méterhez közelednek, mind versenyben van, a miénk is még jól haladnak, de hiszen Gyuzsó és Bártfai, illetve főleg Gyulai az egyesben is nagyon jól bírta a táv kétharmadát. Mi lesz a vége? A magyar hajó változatlan, jól halad, versenyben van, de egyre jobban följönnek az olaszok is, Bonomi és Scarpa. A nyolcas a mi hajón. A lengyelek előtt járnak, az egyel alattuk menő lengyelek előtt. Ötösön a bolgárok is. Hatalmas verseny, és középütt óriási iramban az olaszok. Egyelőre azonban mi... A miénk is jól versenyben. Gyerekek, próbáljuk meg, ebből aranyérem is lehet. Valamelyes centiméterekkel vezet a magyar hajó, és most jönnek az olaszok. Már a második helyen a miénk. Ezüstérem biztos. Arany sajnos nem, második Magyarország. Scarpaék újra győztek. Mondtam, nagyon veszélyesek. De azt kell mondanom, hogy így is fantasztikus teljesítmény. Nagyszerű versenyzés. Kicsi múlott az utolsó 50 méteren. Hajrázták le a tegnap világbajnok Scarpa, aki hátul ül a hajóban, ő az a ritkuló hajú. Tegnap
megverték a világot, megverték a verhetetlennek hit Blum Gucce 2, és itt még a mieink vezetnek. Nézzék ott fölül, az a két fehér a barna hajóban, és az utolsó métereken, talán egy fél méterrel. Kimagaslóan ez a két kettős. Nagyon jó volt, így is nagyszerű, hogy nem lehet, minden nem lehet megnyerni, ugye? Bár lehetne, de ez is érmes szereplés. Köszünk szólva, Gyulai Zsolt helyezése után az egyes hajóban nem reméltem, hogy így föl tudja szívni magát,